És ma megmutatom nektek. Nem tudom kiejteni, hogy megmutatom. Megmutatom nektek, hogy sziasztok, én Csenge vagyok, és ma meg fogom mutatni nektek, hogy mik vannak az én karácsonyi kívánságlistámon, plusz adok nektek ötleteket, hogy ti miket tudnátok kérni karácsonyra, vagy hogy miket adjatok a barátaitokra. Ne értsétek félre, nem szeretnék mindent, ami ezen a listán van, ezek tényleg csak dolgok, amikre én örülnék, ha megkapnám. Dolgok, amiket ti is tudtok kérni, mert tudom, hogy mindig nehéz, amikor kérdezik, hogy és mit kérsz karácsonyra, mert egész évben gondolsz dolgokra, de pont amikor karácsony van, így nem jut eszedbe. Úgyhogy most meg vagy mentve, meg egyébként, ha nem tudod, hogy mit vegyél a barátaidnak, akkor itt van a lista, úgyhogy kezdjük el. Az első dolog, amit én nagyon szeretnék idén karácsonyra, szóval anya, ha nézed, akkor léci, egy hajkreppelő. Mindig anyának be kell, hogy fonja a hajamat, de sokkal egyszerűbb lenne, ha reggel felkelnék és csak bekreppelném, úgyhogy azt mindenképp szeretnék. Ide rakok egyébként egy képet róla. A következő, amire én szintén vágyok, az egy bőrönt, ugyanis én nagyon-nagyon-nagyon sokat utazok, és igazából annak is, aki nem utazik sokat, egy bőrönt mindig jól jön. Én nagyon szeretnék egy ilyen nagyot, amilyen óriási és fehér, mivel valamiért minden alkalom, amikor utazunk, én telepakolom a bőröndjeimet, de túl sok dolgot viszek. Egyébként szerintem ezzel minden lány tud azonosulni. Aki ismer engem, azt tudja, hogy én kicsit kávéfüggő vagyok. Nem tudom, hogy történt, de az elmúlt egy évben nagyon-nagyon rászoktam, és nem tudok reggel elindítani egy napot, anélkül, hogy innék kávét, ami nem a legjobb így 17 évesen, de mindegy. Úgyhogy aminek én nagyon örülnék, az vagy egy Starbucks utálmány, kicsit sokat járok, vagy kávé. Én ilyen Nespresso-t iszok itt otthon. Ilyen Nespresso kapszulák, szóval abból kapnék egy csomót, akkor ennek is örülnék. A következő az ajándékutalványok. Köröm ajándékutalvány, fodrászhoz, edzésre, az lenne a legjobb. Ha mondjuk tudod, hogy a barátod jár, mit tudom én, spinning órára, akkor elmész, tudod, hogy hova jár, és veszel egy 10 alkalmas bérletet. Korona alatt nem igazán fogja tudni használni, de remélkedünk, hogy nem sokára vége lesz, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó ajándék, mivel azt eleve imádják csinálni, és a világ legjobb érzése, amikor még fizetne se kell érte, hanem ingyen van. Szóval szerintem annak mindenki nagyon örül. A következő, ami nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, az egy ilyen oversized pulcsi, mert én azokat körülbelül abban élek, de viccen kívül. Én a Brandybe szeretek nagyon-nagyon vásárolni, és nekik vannak a legpuhább pulcsiaik. Tudom, hogy ez Magyarországon nincs, ami részvétem. Hálnemben is, a Bershkába. A Bershka egyébként az egyik kedvenc boltom. Konkrétan minden alkalom, amikor hazamegyünk, én felvásárolom az egész boltot. Minden barátnőm mindig kérdezi itt, hogy honnan vannak a farmerjaim. Mondom, Bershka, nem ismered. Én egyszer az egyik ilyen családbarátunktól kaptuk, a Renitől, kaptam hordozható töltőt. Azt szerintem a világ egyik legjobb ajándéka, ja, ajándéka volt, amit valaha kaptam. 0-24-ben lemerül a telefonom, és azt tudom mindig magammal vinni, megmenti az életemet, és minden alkalom, amikor használod, az emberre gondolsz, akitől kaptad. Ebből lehet mindenféle formájút, színűt venni, van egy csomó, ami flitteres, mondjuk én ezt nem akarnék, de ha egy kislánynak veszed, akkor az tökéletes. Sajnos, amilyen világban most élünk, egy nagyon jó ajándék lehet az arcmaszk is, és hát nem arcmaszk, de az ilyen szájmaszk. Folyamatosan azt kell hordani az embernek, és én már eskü, nem is az ember ruháit nézem, hanem a maszkját, ami kicsit szomorú, és nem gondoltam volna, hogy valaha ezt mondom. Hárduc mintás, most ne a kék orvosi maszk, nem arra gondoltam, azt megveszi magának a DM-be. Flitteres, mit tudom én, amilyen a barátnő. Te nem is látszik a párnám! Tényleg már elmondtam videóimban, de én nem szeretek társas játékozni. Nagyon oda vagyok a Jó Barátok sorozat. És a múltkor kaptam anyutól egy ilyen Jó Barátokos társas játékot. Annyira boldog, én szerintem sose voltam. Tegyük fel a barátod, mit tudom én, az agymenőket szereti, vagy modern családot, minden egyes sorozatra vannak ilyen társas játékok. Vegyél neki egy kutyát, hogy itt idegesítse és kapogjon a körme. Nem, imádom a kutyámat. Éltem első csókja. Vicceltem. De én ajánlok az ilyen arcápolási, attól függ, hogyha mondjuk tudod, hogy a barátnőd mit használ, akkor olyat, krémeket, de én most kinéztem ezt az Ordinary márkát, és én innen szeretnék. Egy-két ilyen fura folt az arcomon, nem tudom, hogy mitől, ott van, lehet a naptól, olyan krém, ami ezt így eltünteti, vagy hidratáló, mindenféle ilyesmi. Csomagot veszel neki, amiben van mondjuk arclemosó, krém, hidratáló krém, ide rakok egy csomagot, ami nekem mondjuk nagyon-nagyon tetszene. A következő azok edzősruhák, én imádok edzeni, mostanában teljesen rászoktam, és mindig edzek. Viszont, jó nem, ez nagyon túlzás volt, heti háromszor. De alkalommal, amikor kapok egy új edzős ilyen szettet,
akkor egyre motiváltabb vagyok, hogy elmenjek edzeni, mert jól érzem magam a bőrömbe, tök jó hangulatú, meg arra az emberre gondolok, akitől kaptam. El is akarok megint képet, hogy mit tudnátok nekik venni. Amit én nagyon szeretnék, az ilyen Lululemon leggings, amit ide rakok. Egyébként az ilyen yoga, nem tudom, cicanadrág, most is rajtam van. Ilyen leggings, viszont $100 egy gatya, ami körülbelül 30 000 forint. Úgyhogy ezt mindenképp karácsonyra szeretném kérni. Ezt tudom, hogy nem olyan dolog, amit most meg fogok kapni, és nem is várom el, hogy megkapjam. Ez valószínűleg majd akkor, amikor én összegyűjtöm rá a saját pénzemet, és úgy döntök, hogy ezt most meg szeretném venni. Itt van, ez egy Louis Vuitton hátizsák, amire nagyon-nagyon-nagyon vágyok. És az egyik barátomnak van, úgyhogy már láttam így élőbe is, szóval akkor még jobban megtetszett. És nagyon szeretném már régóta, úgyhogy ez egy ilyen, örülnék neki, ha megkapnám. No complaints. A következő az egy ilyen, mit tudom én, Spotify, vagy Apple Music, vagy Netflix, vagy Amazon Prime feliratkozás. Én nagyon örülnék neki, mondjuk nekem ezek pont megvannak, de ha mondjuk tudod, hogy a barátod nagyon szeretne Spotify-t hallgatni, kész évben hallgat zenéket, és te kifizeted neki. Ki nem akarna ingyen Netflixet nézni, vagy Spotify-t, vagy Apple Music-ot hallgatni? Én nagyon örülnék, és biztos valaki más is, azok ilyen egyszerű, nem tornacipők, de ilyen Nike, ez az Air Force One, vagy akármilyen másfajta ilyen sportcipőszerűség, ami nagyon menő. Úgyhogy én azt mindenképp kérném, meg egyébként amire én nagyon vágyok, az ilyen különleges, szóval például a Nike-jel, az szóval nem a boltból van, hanem vannak ilyen Instagram oldalak, akik konkrétan ilyen különlegesét teszik, szóval például a Nike-jelben ilyen strass köveket tesznek, vagy valami színeset, szóval ilyen mindenképp valami nagyon különleges. Következő ötlet, amit mondjuk egy ilyen havártól tökre szívesen kapnék, magasabb szárú zokring, és tudod, ez a Nike, ide bevágod róla egy képet, szóval felérkőbe idáig fehér, és itt egy fekete Nike-je van rajta. Nekem folyamatosan eltűnnek a zokniaim, nem tudom hogyan, de folyamatosan veszem őket, és utána eltűnnek. Ne kérdezz, hogy hogy? A következő az egy karácsonyi pizsama. Én nemrég vettem meg életem eddigi legszebb karácsonyi pizsamáját, mivel itt ilyen Black Friday volt, a fekete péntek, amikor nagyon nagy akciók voltak. Szerintem ennek mindenki nagyon örülne, ezt mondjuk veheted a barátodnak, vagy kérheted ezt karácsonyra. Gondolj bele, megkapod 24-én, 25-én, 26-án, a karácsony mellett ülsz a karácsonyi pizsamádba. Nekem ez... Ennyi lett volna ez a videó, remélem tudtam nektek ötleteket adni. Én még nem vagyok benne biztos, hogy mit kérek, vagyis remélem a szüleim nézik ezt a videót. Igazából én azzal is, én nem is, ha mondtam anyjainak, hogy nem is kérek semmit, mert a karácsony nem az ajándékokról szól. Ezek csak ötletek. Úgyhogy puszilok mindenkit, legyen szép napotok. Sziasztok!